Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, szerintem ön fog válaszolni. Ahogy beszéltünk már róla, eljött az áraratásnak az ideje, és a gazdák már előre jelezték, hogy gondjaik lesznek, hiszen a magyarországi árpának az ára egyszerűen nem hozza meg a betérülést a befektetésbe. Akivel gazdálkodóval beszéltem, személyesen elmentem hozzá, leültünk, összeszámoltuk. A minimum veszteség hektáronként 50 ezer forint, de aki többet fektetett bele, elérte a 200 ezer forintot csak az árpán. Mindenki megörült nekem, amikor megjött a hír, hogy az Unió hajlandó kompenzálni az összeget. Önök ezt a propagandában eladták sikerként, és akután jött a fekete leves, amikor kiszámoltuk, hogy mit is adott valójában az Unió, és mit adtak el sikerként. Az Unió erős 6 milliárd forintot adott, gazdákkal utána számoltunk. Ha ezt a 2021-es gabonatermés átlagra kivetítjük, ez 465 forintot jelent tonnánként. Ez minden, csak nem kompenzáció. Ez semmi más, csak paraszvakítás. Az a gazdák kérdése, a magyar kormány hajlandó-e kompenzálni őket, a magyar kormány hajlandó-e azokon a gabonakereskedőkön behajtani a kompenzációt, akik lényegében tökretették a magyar mezőgazdaságot az elmúlt évben, hiszen a magyar gazdák két veszteséges évet már nem bírnak ki. Ez lesz a második nekik. Mit szándékoznak tenni önök a magyar mezőgazdasággal, hogy talpon maradjon? A magyar mezőgazdaságnak a beomlása magával fogja rántani az egész országot, tehát ez közös ügyünk. Itt nincs pártpolitika, itt agrárium van. Ami a következő kérdés. Mi úgy értelmeztük, ez csak a gabonafélékre vonatkozik. Mi lesz a magyar méhészekkel? Olyan szomorú évet élünk, hogy egy olyan agrárminiszter működése alatt, aki önmaga is méhész, a magyar termelő méhészet, a nagy családi termelő méhészetek lényegében csődbe jutottak, csak a hobbisták fognak megmaradni. A méz ára nem érje el a termelési költségeket, hála egy olyan palackozó üzemnek, amit önök stafíroztak ki, és külföldről importált mézzel tölti fel a készleteit. Ez komoly gondot jelent, tehát tenni kell valamit, hiszen 15-20 ezer család megélhetése került konkrétan veszélyben. Az állattartók is kérdezik, hogy jut-e nekik valami. Ugyanis hiába jött az olcsó ukrán gabona, a takarmány árak lényegével nem lettek olcsóban. Estek egy kicsit, de nem annyit, mint a gabona árak. Tehát a gabona ára az lement felére, harmadára. A takarmány ára nem ment le, ekkora hozzáadott értékű, ő szerintük sincs benne. És jön még egy utolsó kérdés. Azt kérdezik, hogy ez a nagyon olcsó gabona ára a tavalyi propaganda ellenére miért nem jelenik meg az élelmiszerárakba? Kik azok a spekulánsok, akik zsebre teszik? A harmadára vagy felére zuhant kenyérgabona ár mellett nem csökkent 20-40%-ot a kenyérára, nem csökkent a húsfélék ára, és nem csökkent a tejtermékek ára is. Tehát ezekre a logikus kérdésekre várnák választ. A szántóföldi gazdálkodók, az állattenyésztők, a méhészek, és a sor végén azok az emberek, akik az üzletekben vásárolnak, és nem látják az árcsökkenést. Köszönöm. Köszönöm, Bence János képviselő úr. Az elhangzottakkal a kormány nevében Farkas Sándor államtitkár úr fog válaszolni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt képviselőtársaim. Az ön által felvetett kérdések valóban mindennapi kérdések az agrárium területén, de azért nem ennyire vészes ez a helyzet, és egyáltalán nem ilyen tragikus, mint ahogy ön ezt felemlítette. Ma, ha körbenézünk Magyarországon, körbenézünk a határban, egy nagyon biztató, nagyon szép képet látunk, ami nem csak kép, hanem valóság. Most, ha ön hivatkozott itt nagyon sok mindenre, amire megpróbálok azért részben reagálni, de ha körbenézzünk az országban és látjuk a betakarítás helyzetét, már pedig az őszi árpa betakarítása és a déli megyékben a búza betakarítása is elkezdődött, ezeknek a területeknek, ezeknek a gabonaféléknek az átlag termése a korábbi évek átlag termésénél jóval magasabb. Csak akár egy árpa vagy egy búza termést nézünk, a felméréseink és a termésbesések alapján is 6 tonna feletti búza termés átlaggal számol a magyar mezőgazdaság, a magyar agrárminisztérium. Ez nagymértékben jelenthet egy komoly, akár exportbevételt is, és ugyanakkor egy komoly gazdasági előnyt is. Az, hogy milyen árak vannak, ez egy teljesen más kérdés. A magyar gabona árakat nem a magyar kormányzat, nem a magyar piac határozza meg, hanem részben a rotterdami tőzsde és részben a chicagói tőzsdének az árai. Önnek is azt hiszem már egyszer elmondtam, hogy a gabona árakat az kimondottan az olaj világpiaci árához kötik, és mint egy 6 hónapos csúszással követi
a gabona ár, főleg a kimondottan a gabona ár, az olaj világpiaci árát. Ez egy érdekes összefüggés, ezt meg lehet nézni visszamenőleg akár évtizedekre is, hogy ez így működik. Tehát ilyen szempontból sajnos nekünk erre nincs ráhatásunk. Az, hogy a magyar kereskedők, a kereskedelmi vállalkozások, felvásárlók szintén ehhez az árhoz igazodnak, és még van egy másik olyan problémánk is, jelentős részben az alföldi gazdálkodók számára, hogy mind a két tengeri kikötőhöz vagyunk a legmesszebb. Ugye általában tengeri kikötőkhöz mérik ezeknek a gabonáknak az árait, ha most az Adriát nézzük, az alföld keleti része messze van, de ha még Konstancát nézzük, ha bár ott ugye most vannak nehézségek, az is, ahhoz is mi nagyon messzi vagyunk, éppen ezért az árak jelentős részben a fuvarköltségek miatt is nehéz helyzetbe kerülnek, és a gazdák ebből a szempontból nehéz helyzetbe vannak. Egy viszont biztató, hogy azok a gabona tételek, amelyek leáratásra kerülnek, azok biztonságos tárolási helyen tudjuk őket látni. A gabona helyzettel kapcsolatban azt azért el kell mondanom, és ez itt kapcsolódik az élelmiszerárakos kérdéskörével is, valóban van abban igazság, hogy az alacsonyabb gabona árakat nem követték az élelmiszerárak. Ez megint kimondottan, amikor most megnézzük a kormánynak az kormányzatnak a politikáját, a kereskedelmi politikáját, ha egyáltalán most erről így szólhatok, azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős részben ezek a feldolgozó kereskedők tették rá azokat a plusz forrásokat, azokat a plusz hasznokat, azokat a plusz dolgokat, amellyel ilyen mértékben emelkedtek meg ezek az árak, és most visszafele kormányzati intézkedések hatására azért lehet látni, hogy némi csökkenés van, de természetesen én ezt már korábban is mondtam, akár a tavalyi aszálykáros helyzettel kapcsolatban, hogy azok az árak sose fognak visszajönni, természetes dolog, mint amik voltak akár a Covid előtt, vagy akár az aszály előtt. Nem jönnek vissza, ezt tudjuk magunkról, ez vissza lehet nézni a történelmet, akár az agrártörténelmet, hogy ezek árak sajnos még egyszer nem jönnek vissza. Egy magasabb árral kell számolni, természetesen nem vagyunk ezzel megelégedve, és arra törekszünk, hogy nem csak a feldolgozó kereskedők, hanem minden magyar állampolgár is megfelelő minőségi és mennyiségi élelmiszerhez jusson. Az, hogy a magyar mezőgazdaság tönkre megy önnel ezzel határozottan mondhatom, hogy nem értek egyet, és nem igaz az állítás, mert azok a és az önök által korábban beharangozott és elmondott veszélyére való figyelmeztetéseire kapcsolatban csak egy számot vagy kettőt szeretnék mondani. Tavaly ugye vészmadárként emlegették, hogy nem lesz lehetőségük a gazdáknak a tavaszi és az őszi vetésekhez. 1,73 millió hektáron vetettek ősszel, 1 millió 500 ezer hektáron vetettek tavasszal, és ha körbenézünk a határba, ezek a gabonafélék, ezek a növényfélék rendkívül biztatóak. Éppen ezért én nagyon örülök annak, hogy a magyar gazdatársadalomban megvan az az erő, hogy továbbra is élni akar, és élni is fog, és termelni fog számunkra. Köszönöm szépen!